Jó estét kívánok! Ez a Híradó január 14-én. Nézzük a legfontosabbakat! Második hullám. Már mintegy 100 000 embert beoltottak hazánkban. Vasárnap újra lesz bolhapiac. Használt cég vásárt november 8-án rendeztek utoljára Kanizsán. Gyász. Elhunyt Halász Károly. Most jöjjenek a részletek. Egyéb forrásokat is keres a kormány a magyar emberek egészségének védelmében az EU-s vakcina beszerzéseken túl, hangzott el az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Az aktuális járványügyi adatokkal kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy mára 1926 fővel emelkedett a fertőzöttek száma, és elhunyt 118 beteg. Folyamatosan zajlik a védőoltások beadása, illetve a hétvégén folytatódik az oltás a 100 főnél nagyobb létszámú idős otthonokban is. Míg Európában több helyen ismét nőtt a fertőzések száma, Magyarországon a második hullám csúcsát már korábban elértük, de a védelmi intézkedéseket továbbra is megtartjuk, közölte Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos hozzátette, hogy rövid idő alatt sokak számára kell elérhetővé tenni a vakcinát, de szerinte az EU-ból egyelőre kevés érkezik. A magyar emberek életének és egészségének védelme érdekében az Európai Uniós vakcina beszerzéseken túl egyéb forrásokat, beszerzési forrásokat is vizsgál, keres a magyar kormány. Ezzel Szijjártó Péter külügyminiszter urat bízta meg a felkutatással, tehát minden forrást, ami biztonságos, hatékony vakcina forrást jelenthet Magyarország számára, felkutatunk és beszerzünk. Továbbra is ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Szerdán a maszkviselés kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 197 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök. Az üzletekben is ellenőrizik a maszkviselési kötelezettséget, illetve az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó rendelkezések betartását. Emellett a kereskedelmi üzletekre, a vendéglátóhelyekre, szórakozóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése ügyében ez idáig 702 rendőrintézkedést végeztünk. A sajtótájékoztatón azt is közölték, hogy Magyarország államhatárán zökkenőmentesen lehet ki- és behaladni. A belépő oldalon kisebb határvárakozási idővel kell számolni a teherforgalomban a Csanádpalotai és Röszkei autópálya átkelőnél. Ismét szomorú veszteség érte a Nagykanizsai Városvédő Egyesületet és városunk közösségét. Hosszas betegség után 83 éves korában elhunyt Halász Károly, vállalkozó, a Városvédő csoport alapító tagja. A szomorú hírt Papp Ferenc, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület alelnöke tudatta szerkesztőségünkkel. Halász Károly munkáját több kanizsai szobor és címer is dicséri. Ráemlékeztet többek között a Kossuth szobor, a Török út, a Csónakázótó fémhídja, valamint a Kanizsavár emlékmű díszkapuja is. Közeleg a félévi bizonyítványosztás. A Híradó által megkérdezett általános iskolai tanárok szerint az osztályzatokon nincs nyoma a rendkívüli időszaknak. A pedagógusok elmondták, a COVID-19 okozta nehézségek bebizonyították a diák-pedagógus szülő egymásra utaltságának fontosságát. A 2019-2020-as tanévvel ellentétben most nem zárták be, nem rendelték el a digitális oktatást a vírushelyzet miatt az általános iskolákban. Intézményenként egy-két osztály vagy a felső tagozat kényszerült tantermen kívüli oktatásra rövid időre. A pedagógusok szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tanulók érdemjegyei nem csorbultak. Amire nagyon kellett figyelni, hogy azok a tanulók, akik kiestek akár betegség, akár karantén miatt, azoknál azt kellett megszervezni, hogy a tanulásban való lemaradásuk minimális legyen. Tehát a kollégáimmal úgy alakítottunk ki egy olyan rendszert, hogy a tananyagot mindig megkapták, és azt, amikor visszatért a kisgyermek, akkor egy felzárkóztatással megsegítettük ezt a
úgymond hiányzásból adódó hátrányokat. A járványügyi helyzet és az érdemjegyek összefüggéséről hasonló véleménnyel volt Tulman Géza, a Bolyai Tagintézmény igazgatója. Szerinte az elmúlt hónapok változásai miatt megnőtt a szerepe az egyéni feladatoknak. Ami a legfontosabb, és szerintem a kollégáim nevében is mondhatom, hogy minden körülményt mérlegelnünk kell, és a fél évi értékelés során empátiával és toleranciával próbáljuk az értékelést közelíteni. A Bolyai Iskolában tanító Kuponi Gasztonyi Edit szerint a kérdés összetett. Az eredmények vizsgálásához vissza kell nyúlni 2020 márciusáig. Ez bizony tőlünk is, a gyerekektől is, de a szülőktől is egy nagyon nagy odafigyelést és egy olyan egyensúlyt, egy olyan összhangot kívánt meg, ami az én megítélésem szerint, ha megbillen valamelyik oldalon, mert ebből a három összetevőből valami miatt az egyik egy kicsit megbillen, akkor annak komoly hatása van, ami az érdemjegyeken is érződik. Mint ahogy Kuponi Gasztonyi Edit tanárnő hangsúlyozta, a járványügyi helyzettel összefüggő időszak bebizonyította a diák-pedagógus-szülő egymásra utaltságának valódi fontosságát. Nem jelent hátrányt az érettségizőknek a digitális oktatása, megkérdezett kanizsai iskolákban. A napokban terjedt el az interneten az a petíció, amit egy végzős diák indított, annak érdekében, hogy halasszák el a 2021-es érettségi vizsgát. Az online kezdeményezés, amit csaknem 30 ezeren aláírtak, azonban már nem található a weboldalon. A szerzője valószínűleg törölte a tartalmat. Az idén érettségiző diákoknak a szalagavatója már biztosan elmarad. Paulik Mirtil, a Piarista iskola egyik tanulója is elsősorban a közösségi programokat és a kortársai társaságát hiányolja az otthoni tanulás során. Elmondta, hogy neki egyelőre nem okoz komolyabb nehézséget, hogy megfelelően felkészüljön az érettségire. Mégis több a hátránya, mint előnye annak, hogy itthonról tanulunk. Persze hasznos, hogy jobban be tudom osztani az időmet, és mivel nincs minden egyes óra megtartva online, ezért több időt tudok fordítani a saját érettségi tárgyaimra. De azért úgy érzékelem, hogy amit a tanteremben ővel hallgattam és tanultam meg, az első hallásra is jobban megragadt. Bár nincsenek annyira ösztönözve a diákjaink a tanulásra, mint amikor személyesen is találkozunk velük, de mindenki kap plusz segítséget, akinek szüksége van rá. Árulta el Richterné László Erzsébet, a Túri iskola igazgatója. Az intézményükben jól működik a digitális oktatás, így nem érheti emiatt hátrány az érettségizőiket sem. Gyakorlatigényes és az érettségi tantárgyak és a szakmunkás vizsgára felkészítő tantárgyak esetében biztosítjuk a kis csoportos bejövetelt, ami azt jelenti, hogy egyrészt gyakorlatra bejárnak a diákjaink kis csoportba, és felkészítjük őket a szakmai vizsgára, másrészt pedig az érettségi tantárgyak szakmai vizsgák esetében is kis csoportos konzultációkat tartunk. A gyerekek élnek ezzel a lehetőséggel, hiszen a saját jó felfogott érdekük, hogyha problémájuk van, akkor tudjuk ezt orvosolni. Az igazgató az elmúlt években azt tapasztalta, hogy a februári jelentkezés a továbbtanulásra az az időpont, amikor azok a végzősök is meg szoktak ijedni, akik addig kicsit könnyedebben álltak hozzá a vizsga felkészüléshez. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Vasárnap újra lesz bolhapiac. Használt cigvásárt november 8-án rendeztek utoljára Kanizsán. Újabb csőtörés, ezúttal az Eötvös téren jelentkezett a probléma. Ismét várja a vevőket a kanizsai bolhapiac vasárnap. A használt cikkvásárt november 8-án rendezték meg utoljára a városban. A járványügyi szabályok betartásával január 17-én újra lehet árulni és vásárolni a csarnoküzletház parkolójában. Már több mint két hónapja nem válogathattak az érdeklődők az árusok portékái között a hétvégi bolhapiacon. A korlátozó intézkedések mellett a kereskedők most vasárnap újra felállíthatják a standjaikat a piactéren. A rendőrség, a közterületfelügyelet, valamint a Via Kanizsa ZRT dolgozói fokozottan ellenőrzik majd a maszkhasználatot és az emberek közötti másfél méteres távolság betartását a vásár ideje alatt. Fontos tudni azt, hogy a szabályok szerint a Csarnok üzletház belső területén működő vendéglátó egységek, tehát pecsenyesütő, hurkasütő csak elvitelre szolgálhatnak ki
ételt, tehát helyben fogyasztásra nincs lehetőség a jelenlegi szabályok szerint. Nagyon reméljük, hogy a vasárnapi nyitást követően most már folyamatosan működhet a nagy vásárlóközönséget vonzó vasárnapi vásárunk. Alig több mint két hét után ismét csőtörés volt Kanizsán. Január 10-én az Ötvös tér és a Hunyadi utca kereszteződésén észlelték a problémát. A vízmű ügyeletes kollégái azonnal a helyszínre érkeztek, és megkezdték a feltárást. A repedést azonban csak másnap találták meg. December 27-én a platánsoron volt hasonló probléma. Szakértők szerint valós megoldást csak a teljes csere jelentene. Vasárnap este 17:30-kor jelentették a rendőrség munkatársai, hogy vízfolyást észlelnek az útburkolaton, az Ötvös tér és a Hunyadi utca kereszteződésében. Aznap este a zajterelés miatt nem sikerült a szakembereknek megállapítani a hiba helyét, ezért hétfőn folytatták a munkát. Jelenleg a forgalomkorlátozás már minimális, vízhiány nem érintette a környéken élőket. A teljes helyreállítás nagyban függ az időjárási körülményektől, de Cináki László, a Délzalai Víz és Csatornamű ZRT vezérigazgatója szerint egy, maximum két hetet vehet még igénybe a javítás. Vasárnap nem tudtuk a helyreállítani, és hétfőn folytattuk a feltárást, és megtaláltuk a hibát. Itt egy 160-as öntött vas vezetéken volt egy repedés, ezt kellett helyreállítani, ezt kedd reggel el is végeztük, és megkezdtük a helyreállítási munkákat is, és amint leer, majd az időjárás engedi, ugye a víznyelőaknát és az aszfaltburkolatot is helyre fogjuk állítani. Egy rejtett záródású, titkos rekeszekkel ellátott írószekrény lett január hónap műtárgya a Túri György Múzeumban. Az érdeklődők a vírushelyzet miatt online a múzeum weboldalán nézhetik meg az 1840 körül készült szekretert. A műtárgy készítetőjét nem ismerik a kutatók, de a szekrény egyik fiókjában található felirat szerint 1905-ben került Nagykanizsára. Az írószekrény alsó része két ajtós, belül polccal és fiókkal. A felső része lenyitható, felette egy széles fiók található, a kulcsukat sötétbarna fából berakott kis pajzs keretezi. A fiók két oldalán lantot ábrázoló intarzia látható. A fülke tükrös hátlapja mögé két polcos titkos rekeszt helyeztek el. A középső kis fiók alatti lap kiemelhető, alatta egy újabb, tárolásra szolgáló titkos rekesz húzódik. Arról nincs információ, hogy az írószekrényt Kanizsára hozató Őri Szabó Jenő mit tárolt a titkos fiókokban, de valószínűleg különböző szerződések, családi iratok lehettek benne. Róla tudjuk, hogy már az 1890-es évek óta itt működött bíróként Nagykanizsán, és 1914-től évtizedeken keresztül a nyugdíjba vonulásáig ő volt a törvényszéknek az elnöke. Később rokoni úton a Tóics család birtokába került át ez a gyönyörű bútordarab. Tóics Gusztáv a két világháború közti kereskedők egy neves alakja volt, drogista, fűszercsemege kereskedő. A 10-es években is már résztulajdonosként ben volt egy üzletben, de amikor igazán híres neves lett az a 20-as, 30-as évek, először a főút egyben, majd pedig szemközt a Városháza földszintjén működtette a drogériáját, de Miskolcon is volt fióktelepes, egy neves személy volt a Városi Képviselőtestületnek, a Vármegyei Törvényhatóságnak is a tagja volt. Az ő leszármazottaitól került be 1976-ban a múzeumban ez a gyönyörűséges darab ajándékén. Bemutatkozott a Csapi Általános Iskola Szakképző Iskola és Kollégium a Kanizsa TV pályaorientációs beszélgetés sorozatában. Novemberben a kanizsai szakképzés három iskolája jár stúdiónkban. Az adások a YouTube csatornánkon visszanézhetők. Ezúttal a Csapi intézmény keresett meg minket, a ma rögzített beszélgetésen pedig szó volt az iskola nevelési programjáról, a kollégiumi és a szakképzési lehetőségeiről és annak sikerességéről. 47 településről érkeznek tanulók Csapiba, az iskola a díjmentes utaztatás mellett napi ötszöri étkezéssel, tisztálkodási szerekkel, taneszközökkel látja el a fiatalokat, mindezt ingyenesen. A mai stúdió beszélgetésen szó volt arról is, hogy a képzés eredményességét jól igazolja, hogy a szakképzési gyakorlatot biztosító cégek, éttermek gyakran főállásban is alkalmazzák az intézmény diákjait.
a mindennapokban megismerik valóságban azokat a feltételeket, azokat a lehetőségeket, amit az élet kínál. Tehát megismerik azt a közösséget, ahol dolgozni kell a későbbiekben, megismerik azt a technológiát, azt a technikát, amit ma alkalmaznak, illetve használnak ezekben a vendéglőkben, és igenis a javukra válik. Sőt, ennek van még egy nagyon nagy előnye. Általában az iskola befejezése után ezek a gyakorlóhelyek fölajánlják az állás lehetőséget a tanulóinknak. Az iskolában szakácsnak, kőművesnek és hidegburkolónak is tanulhatnak a diákok. Nádai József, az intézmény volt diákja, már 4 éve dolgozik egy balatoni étteremben. Ő a kőműves és a szakács végzettséget is megszerezte, és az így kapott tudás mindkét részét kamatoztatja a munkája során. Szerint eredményeiben nagy szerepe volt annak, hogy kollégiumot is biztosít az intézmény. A napköziben, amikor leadták az anyagot, akkor ott még segítettek átbeszélni, szóval nem az volt, hogy ott hagytak minket, amikor vége volt az órának, hanem még utána is szántak ránk időt, órán kívül. Meg délután a napközi, a délutános órákon, akkor viszont meg ugyanúgy tudtunk tanulni, segítettek előkészülni, meg ugyanúgy tanulni mindenben. A fejlesztések, tanulmányi kirándulások mellett az iskola vezetői számos programmal próbálják leküzdeni azt a negatív megítélést, ami sokáig jelen volt a Csapi intézménnyel szemben. A pedagógus körökben is hát egy pejoratív jelző volt az, hogy Csapi iskola, és kollégákat is meghívtunk, igazgatói értekezletet tartottunk Csapiban, és ők is meglepődtek, hiszen nagyon sokan úgy mondtak véleményt, hogy soha nem voltak ebben az intézményben. És hát ez nekünk nagyon fontos, hogy nyissunk, és én úgy gondolom, hogy a visszajelzések alapján egyre többen ismerik, és egyre többen megismerik azt, hogy milyen fontos és milyen hatalmas munkát végeznek a pedagógusok Csapiban. A teljes beszélgetést jövő héten láthatják a Kanizsa TV adásában, majd a legnagyobb videó megosztó oldalon is visszanézhetik az érdeklődők. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Második hullám. Már mintegy 100 000 embert beoltottak hazánkban. Vasárnap újra lesz bolhapiac. Használcik vásárt november 8-án rendeztek utoljára Kanizsán. Gyász, elhunyt Halász Károly. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 14-én csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket az Instagramon is. Vigyázzanak magukra, hordják a maszkot. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így holnap is. A viszontlátásra!